Alig, hogy megérkezett a csarnokba, Pavel Celászló parancsnok és Klupács Péter mentőtechnikus, azonnal készült a közös fotó. Én csak csodálom őket, a kutyájukat, mindent. Én végig kísértem a törökországi eseményeket, mindent láttam. Ahogy pályára léptek a speciális mentők, szűnni nem akaró tapsvihar zengte be az egész csarnokot. A feldobást az Alba Kaposvár meccse előtt a Baptista Szeretetszolgálat speciális mentőcsoportjának fehérvári tagjai, Pavel Celászló parancsnok és Klupács Péter mentőtechnikus végezték el. Bár Klupács Péter egykor kosarazott, ez most nem látszott a teljesítményén. A mentőtechnikus ugyanis teljesen elbizonytalanította a szurkolók szeretete. Dübörgött belül. Teljesen feszítette a mellkasomat. Nagyon nagy érzés volt itt lenni, ezt a hangulatot átélni. Köszönjük! Magáért beszél, ők is átérezték. Én úgy érzem egyébként, hogy Fehérvár szíve velünk dobbant ott kint is. Nagy valószínűséggel ez valóban így lehetett. A szurkolók szerint ugyanis semmi meglepő nincs abban, hogy vastapssal köszönték meg a mentőcsapat munkáját. Hogyha önzetlenül valaki segít egy másik embertársának, az egyik legfontosabb dolog. Minden tiszteletet és minden elismerést megérdemelnek. Ott helytállni ilyen körülmények között, ember próbáló. Az életüket kockáztatták azzal, hogy mások életét megmentik, és hogy ez egy nagyon jó példamutató magatartás. Bár a csapat egy ilyen feldobás után meggyőző fölénnyel nyert, az egyenruhások nem bizonytalanodtak el, maradnak a kaptafánál, és továbbra is az életmentés lesz a hivatásuk.